Véget ért a gazdaságvédelmi operatív törzs ülése. A pénzügyek intézését könnyítő javaslatokról tárgyaltunk. A Bankszövetség és a pénzügyminisztérium javaslataira építve 6 pontot fogadott el a törzs. Ezek mindegyike egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá teszi az ügyintézést. Nézzük egyenként. A törzs támogatja és megerősítette, hogy ott, ahol elektronikus pénztárgép működik, lehetőség lesz az elektronikus fizetésre is. Ez további 50-60 ezer új helyet jelent, és több 10 milliárd forinttal csökkenti a készpénz használatot. Az elektronikus banki ügyintézés kiterjesztésével a vállalkozásoknak és a lakosságnak is egyszerűbb lesz a pénzügyek intézése. Akár évi 2 millióval is csökkenhet a személyes ügyintézések száma. Ugyanez vonatkozik a földhivatalokra is. A javaslat alapján elektronikusan benyújtható iratokkal évente 130 ezer ügyben egyszerűsödik az eljárás. Ide tartoznak például az ingatlanszerzéssel vagy a hitelfelvétellel kapcsolatos ügyek. Széles körben válhat díjmentessé az ingatlanok értékbecslése is. Ezt a jövőben a számítások szerint az ügyek egyharmadában egy erre a célra létrehozott adatbázis alapján végeznék el a bankok. Egy-egy ügyfél így 30-50 ezer forint közötti megtakarítást érhet el. Az ingatlan ügyekben a közjegyzői közreműködés is felgyorsul és egyszerűsödik. Ez évi 60-70 ezer ügyfélnek jelent majd több tízezres megtakarítást. A digitális dokumentum kezelés bevezetésére pedig a 6,5 millió bankszámlával rendelkező magyar ember nagyobb biztonsága érdekében van szükség. A törzs eddig megvalósult 44 intézkedéséhez hasonlóan ezeket is rövid idő alatt bevezetjük. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra.